itt óra 15 perc van. Na jó reggelt, szevasztok! Most épp a MotoGubbi csatornát nézitek. 2021. 6. hó 5-e van. Ma is tervezünk egy gurulást. Három motorral fogunk menni, 6 fő. Fonyód lesz az úti cél. Hát nem céltudatosan oda megyünk, úgyhogy valószínűleg, hogy kis kerülőkkel kicsit kacskaringózunk. Aztán majd odaérünk, amikor odaérünk. Egy éjszakára foglaltunk szállást. Délután valószínűleg lesz egy kis vitorlázás, aztán este lehet horgászunk egyet. Sütögetünk talán, nem tudom, valami ilyesmi. És feldobozoltam a motort. Tudom, mennyire látjátok. Belefértünk volna egy hátsó dobozba is, de eleve nem szeretem, mikor ez a alapból nehéz hátsó doboz, nagyon tele van pakolva, elég magasan van fent a motor súlypontja. Azért gondoltam, feltesszük az oldalsókat is, és elosztom egy kicsit a súlyt, meg hát nem sokára jönnek a többnapos külföldi túrák, és ugye ahhoz meg szokni kell a dobozt, ugyanis még a motor is viszonylag elég új. Pár hónapja vettem. Előtte volt egy Kawasaki ZZR 1100-asom, de egyébként itt láthatjátok, már a csatornán volt róla videó. Meg hát nem tudom, elvileg csináltam már két videót, viszont nem sikerültek valami túl jól, úgyhogy nem tudom, hogyha ezelőtt a videó előtt láttok még kettőt, akkor azok a kezdeti próbálkozások. Ha nem, akkor annyira trének hiteltem, hogy inkább fel se raktam. Hát nagy vonalakban ennyi. Én most eljöttem megtankolni, hogy ne kelljen, a többiek is úgy jönnek, hogy teletankkal, úgyhogy visszaszaladok haza, és akkor megvárom őket. Nem sokára jönnek, egy olyan negyed órán belül, úgyhogy aztán nekiállunk, elindulunk. Lehet, hogy valameddig az M7-esen megyünk, nem tudom, majd meglátjuk. Aztán útközben, ha lesznek érdekes részek, akkor bejelentkezek. Úgyhogy gyertek, tartsatok velünk. Szevasztok!
ígértem, hogy bejelentkezek, ha lesz érdekes. Hát lett. Egy szög a gumiba. Remek. Ez olyan növény, ami rátapad az ember kezére, ilyen van a mi kertünkben is otthon. Próbáld ki. Nagyon durván. Tedd oda a kezed. Figyelj az aljára, ide. Érzed? Érzed? Fantasztikus.